annak egyáltalán nem örülünk, hogyha a háztartásokban keletkezett hulladék illegális hulladékként végzi a közterületeken. Éppen ezért mindenkit arra kérünk, hogy vegyék igénybe a társaságunk által nyújtott szolgáltatást, amely azt jelenti, hogy a háztartásokban keletkezett hulladékokat minden további nélkül ki lehet hozni ide a hulladékudvarba, a hulladék átrakó állomásra, illetve a szennyvíztelepen működő komposztáló telepünkre is a zöld hulladékot. Nem traktálnám a éppen aktuális árképzési szabályzatunkkal a tisztelt hallgatóságot, mert nagyon sokrétű, sok hulladékfajtát veszünk át a telephelyeinken. Éppen ezért azt mondom, hogy mindenki érdeklődjön a ügyfélszolgálatunkon, illetve a honlapon szerezzen megfelelő információt arról, hogy az éppen aktuálisan keletkezett hulladékát, az hova lehet elhelyezni, hol lehet elhelyezni, illetve milyen áron. Nagyon sok hulladékot egyébként ingyen fogadunk be, és természetesen vannak olyan hulladékok, amelyekért fizetni is kell. Két dolgot kiemelnék, hogy mit lehet hozni ide a hulladék átrakó állomásra, vagy a hulladékudvarba. Tehát a háztartásoknál keletkezett veszélyes hulladékokat, mint például vegyszerek, háztartásban alkalmazott vegyszerek, festékes flakonok, kiürült festékes flakonok, ezeket minden további nélkül átvesszük. Az ipari veszélyes hulladékokat az természetesen nem. Elektronikai hulladékokat szintén átveszünk itt a fénycsövektől, elemeken keresztül a használaton kívüli hűtőszekrényekig, mosógépekig szintén mindent átveszünk. A bejátszásban már látható volt az inert építési hulladék lerakó telephelyünk, ami szintén itt a Kígyósi úton található. Oda építési törmeléket lehet beszállítani, de itt is minden esetben, mielőtt kiszállítaná a lakosság a törmeléket, érdeklődjenek, hogy milyen feltételekkel, mert súlyos 1000 forintokat lehet megspórolni a lakosság számára, vagy tud megspórolni a lakosság saját maga számára, hogyha nem ömlesztve, hanem valamilyen szinten szelektálva kerül ki a hulladék az inert telepünkre. A hulladékudvaron egyébként működik egy szelektív sziget is, tehát ide a szelektíven gyűjtött hulladékok is minden további nélkül elhelyezhetők, a lombhulladék, a gumihulladék, ezeket is megfelelő feltételek mellett ki lehet szállítani és el lehet helyezni. Ahogy említettem, az ügyfélszolgálaton a kolléganők készséggel állnak rendelkezésre az érdeklődők számára, illetve hogyha valaki már kijött ide a hulladékudvarba vagy a hulladékátrakó állomásra, akkor itt is a kollégánk az maximálisan készséggel áll rendelkezésre az ügyfelek kérdéseire, illetve válaszol, illetve elmondja, hogy mely hulladékot hová kell elhelyezni. Hétvégén is lehet hozni? Szombaton igen. Szombaton ide a hulladékudvarba, illetve a hulladékátrakó állomás, azért mondom így kettő, de ez egy telephely, ide 8 órától 12 óráig, és a komposztáló telepünkre oda pedig szombatonként 7 órától 12 óráig lehet jönni. We'll be right back.